valami bűzlik Hollandiában. Ha leszáll egy marslakó, és abban az országban ér földet, szétnéz, és nem érti, hogy mi történik, de nem kell marslakónak lenni hozzá, mi magunk sem nagyon értjük. Traktorok végeláthatatlan sora közeledik nagyvárosok felé az országutakon. Aztán eldördülnek lövések a rendőrség részéről, megjelennek tankok is. A tüntető gazdák elállják az élelmiszer elosztó bázisok bejáratát, és ezzel akadozik a lakosság élelmiszer ellátása, egyébként nagyon érthető módon. Mi történik Hollandiában? Valami bűzlik, valami túl sok. Hogyha belegondolunk, hogy egy olyan országról van szó, amelynek kialakult nemzettudata volt, hosszú évszázadokon keresztül a királyság a mai napig így tudta fönntartani magát. Aztán, hogyha a vallási életét szemléljük, egy protestáns ország képe áll előttünk, ahol rendben van, túlsúlyba kerültek a 20. században a katolikusok, ennek ellenére a hagyományos kereszténység mégiscsak fönntartó erő volt. Lassanként megjelent a liberalizmus, amelynek jellemzője, hogy észrevétlenül pusztít. És ennek árnyékában megjelent egy olyan bevándorlás politika, ahol a bevándorlók önkényesen szegregálódtak, saját vallásuk szerint, amíg aztán kioltották az egyébként hagyományosan keresztény és nemzettudattal rendelkező Hollandia arcélét, azáltal, hogy meglehetősen komoly túlsúlyba került az iszlám. Ezzel kapcsolatban megváltozott a közbiztonság kérdése is, megváltozott a bűnözési statisztika is, amely világosan kimutatható. És most valami bűzlik Hollandiában. Egész Európát rossz politikai döntések miatt fenyegeti az energiaválság, fenyegeti a nyersanyagválság, ezzel kapcsolatban fenyegeti az iparcikk ellátási válság. Nyilván voltak előzményei a mostani mezőgazdasági rendelkezéseknek, ennek ellenére miért éppen most zúdul erre a szegény országra, amelynek tekintélyes mezőgazdasága volt, általános iskolás korunktól tanultuk Hollandia gazdaságának fejlettségéről. Miért éppen most zúdul rájuk ez a klímavédelmi rögeszme, amelynek lehet igazságtartalma? Csak éppen nem értjük, hogy miért az állattenyésztéssel van a legnagyobb baj. Az állati trágya ammónia kibocsátásával, és ez miért most kerül felszínre ennyire élesen? Miért a gabonatermesztéssel, a nitrogén kibocsátással van a legnagyobb baj, és ez miért most kerül felszínre? Hogy kerül szóba egyáltalán, hogy gazdáktól elvegyenek földeket, vagy éppenséggel, kötelező jelleggel kiirtassanak velük házi állatokat? Akkor, amikor közben egészen másról szólnak az Európai Uniós Parlamentben a jogállamisággal kapcsolatos eljárások. Ez nem érinti véletlenül a magántulajdon védelme, nem érinti véletlenül a jogállamiság kérdését. Valami bűzlik Hollandiában, nem értjük. Klímavédelmi szempontból most vissza kellene fogni az állattenyésztést, kiirtani házi állatokat, vissza kellene fogni a gabonatermesztést, ugyanakkor viszont töménytelen mennyiségben kell megérkeznie rossz politikai döntések miatt Európában a palagáznak, melynek a szállítása kegyetlen merénylet a klíma ellen, aztán visszaállnak Európa több országában a széntüzelésű villamosenergia erőművek, és ezeknek a környezetpusztító hatása összemérhetetlen a holland mezőgazdaság állítólagos veszélyével. Akkor mi történik? Nem véletlenül modellszerű, ami Hollandiában folyik, és nem erre számíthatnak a nyugat-európai országok, szinte mindannyian. A megoldás kézenfekvő, de kevesen gondolnak rá. Hát elmondanám. Először is Hollandiának is, és minden más országnak is vissza kellene térnie a történelmi kereszténység élő formájához, gyakorlásához. Másodszor, pontosan az evangéliumból kiindulva, újból értéknek kellene tekinteni és élővé kellene tenni mindenki számára a nemzettudatot, az európai őslakosság számára,
ezekből a szempontokból kiindulva kellene koordinálni például a bevándorlók vallási életét is, hogy az ne sérthesse az itt élők lelkiismereti szabadságjogait, ahogy ezt most egyébként nagyon sok helyen látjuk. Nos, ennek megfelelően kellene vezetőket választani, és ennek megfelelően kellene a társadalmi életet alakítani úgy, hogy rossz politikai döntéseknek ne lehessen olyan fizikai hátrányuk, mint ami most egész Európát fenyegeti. Tényleg. Miért is üldözik Magyarországot az Európai Unió parlamentjében? Miért is irigykedik Magyarországra az európai lakosság nagy része? Érdemes elgondolkodni rajta. Most minden esetre a gondolkodás kiinduló pontjaként a feladatunk meglehetősen súlyos. Ahogy nekem, úgy gondolom másoknak is, valami nagyon bűzik Hollandiában. Köszönöm a kedves figyelmüket!